A folytatásban benne regáns ökölvívó sportklub. A csapat hivatalos formája 5 éve jött létre 2013 nyarán, ami egy folytatása az ezelőtt 20 évvel elkezdett munkának. 4 éven keresztül folytatták a munkát egy korábbi koncepció alapján, ami az volt, hogy tartsák fenn az ökölvívást Csíkszeredában, és ne hagyják ki, hogy kihalni a sportágat. Éppen ezért csak hobbi szinten tevékenykedtek. 2016-ban kezdett el a sportklub vezetője gondolkodni, hogy vissza kellene térni a csíki ökölvívásnak versenyszinten való műveléséhez, ugyanis a 2000-es évek elején eképpen tevékenykedtek. Így tavaly márciusban indították útjára a gyerekcsapatot, akiket már versenyeztetnek. Több korosztály működik, van gyerek, junior ifjúsági korosztály, idén már több versenyen is részt vettek, nyár végén is össze lesznek az országos bajnokságok, amelyeken szintén részt fognak venni. Ehhez pedig szükséges volt nem csak a sportminisztériumból megkapni az engedélyeket, hanem a Román Ökölvívó Szövetséghez is csatlakoztak közben. Heti 3 alkalommal vannak az edzések, hétfő, szerda, péntek délután 5 órától, ahová várnak minden korosztályi gyereket, fiúkat és lányokat egyaránt. Fontos, hogy az edzések ingyenesek a gyerekek számára. Az edzőtermet a vidéki buszállomás mellett a Federal Coop épületében találják. A Facebookon szintén fent van a Bene Regáz, illetve edző Tódor Lóránd.